A mai videóban arról lesz szó, hogy mi áll valójában a merevedési zavar hátterében, és mit tegyünk azért, hogy megszüntessük. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha elkezdünk kutatni a neten a különböző megoldások után, szinte biztos, hogy teljesen belezavarodunk. Az is szinte biztos, hogy a megoldások 98%-a, amit találunk, az csak tünetet kezel, és nem foglalkozik a probléma alapokaival, márpedig hosszú távú megoldást csak az alapokok kezelésével kaphatunk. Bármilyen irányból indulunk el a probléma felkutatására, a végeredményben minden irányból egy helyre lyukadunk ki, ez pedig a nitrogén-oxid szintjének a csökkenése. Tehát a merevedési problémák hátterében a nitrogén-oxid szint csökkenés áll, ez az alapok, minden más csak másodlagos tényező. Nézzünk meg 7 összefüggést, melyek egyértelműen igazolják a nitrogén-oxid szint csökkenés szerepét, illetve egyből a megoldásokat. Először is a nitrogén-oxidot az erek belső fala termeli, és fő feladatai megnyugtatni az ereket, illetve az erek tágulását elősegíteni, ezzel fokozva a véráramot. Tehát minden, ami károsítja az érfalat belülről, az nitrogén-oxid szint csökkenést okoz, ugye a leggyakoribbak a cukor, illetve az alkohol. Így függ össze az a tény, hogyha valakinek inzulin rezisztenciája van, vagy cukorbeteg, vagy egyáltalán hosszú ideje sok cukrot fogyaszt, sok szénhidrátot, annál sokkal gyakoribbak a merevedési zavarok. Ugye nem csak a kristálycukor a cukor, de minden, ami cukorra alakul az emésztés során, a gabonaételek, a búza, a kukorica, a rizs, a burgonya, a modern bolti ételek többsége és az édes gyümölcsök. Itt a megoldás a szénhidrátbevitelünk, a cukorbevitelünk jelentős csökkentése a táplálkozásunkban, illetve ehhez kapcsolódóan az időszakos böjtölés. A nitrogénoxid növeli a vérben az oxigén szintet, tehát ha alacsony a szintje, az többek között nehéz légzéshez is vezet. A légzés, az oxigén és a nitrogénoxid szintünk szorosan összefüggnek egymással. Az orron keresztüli légzés növeli a nitrogénoxid szintet, a szájon keresztüli nem igazán. Ezért van az, hogy asztmásoknál, illetve alvási apnoéban szenvedőknél szintén sokkal gyakoribbak a merevedési zavarok. Itt a megoldás az alvásunk rendbetétele, hogy éjjel ugye megfelelően vegyük a levegőt, ha orr problémáink vannak, például orrsövényferdülés, annak javítása. A séták a szabadban, a meditációk és minden olyan gyakorlat, ami a jobb orrlégzést segíti elő, azok támogatják a magasabb nitrogénoxid szintet, így ezzel elősegítve a merevedési problémák megszűnését. A következő fontos tudnivaló a nitrogénoxidról, hogy az idő előre haladtával egyre kevesebbet termel belőle a szervezetünk, tehát például 40 év felett már 50%-kal kevesebbet, mint a 20-as éveink elején. Ezért van az, hogy akkor előre haladtával is gyakoribbak a merevedési zavarok. Itt a megoldás a rendszeres testmozgás, futás, úszás, kerékpározás, mivel a hatásokra fokozódik az orrlégzésünk, emeljük a nitrogénoxid szintünket. A nitrogénoxid segít a kortizol, tehát a stressz hormon szabályozásában, csökkentésében is. Ha a hatás visszafele is érvényesül, ha sok a kortizolunk, az nitrogénoxid szint csökkenéshez vezet. Így függ össze a sok stressz a merevedési zavarral, ugye minél több valakinél a stressz, annál gyakoribbak nála a merevedési zavarok, mert a stressz miatt termelődő sok kortizol csökkenti a nitrogénoxid szintet, ami pedig merevedési zavarhoz vezet. A stressz alatt a szimpatikus idegrendszer az aktív, míg nyugalmi pihenő állapotban a paraszimpatikus. Ha a paraszimpatikus idegrendszerünk az aktív, a domináns, sokkal kisebb a merevedési zavar esélye, tehát ha nem sietjük el a szexuális aktust, hanem hagyunk magunknak időt az elején megnyugodni, relaxálni, engedjük, hogy a paraszimpatikus idegrendszerünk kellően aktív legyen, illatokkal, zenével, stb., csökkenthetjük a merevedési probléma előfordulásának gyakoriságát. A nitrogénoxid szint szorosan összefügg a hormon termelődéssel is. Először is elősegíti a tesztoszteron előállítását, azaz minél több nitrogénoxid áll rendelkezésre, annál több tesztoszteron tudnak a herék előállítani. Másfelől pedig szerepet játszik az agyalapi mirigyben termelődő luteinizáló hormon mennyiségének az előállításában is, a luteinizáló hormon pedig szabályozza az előállított tesztoszteron mennyiségét. Sokaknál esetleg fel van borulva a hormonháztartás, van olyan hormon, amiből sok van, van, amiből kevesebb. A hormonszint kiegyensúlyozása az az egyik legjobb táplálék, a friss, tiszta méhpempő, reggel és este is vegyünk be belőle 1-1 grammot. A hormonok előállításához
szükségünk van koleszterinre, a tesztoszteron felépítéséhez is az egyik fő alkotóelem a koleszterin. Ezért van az, hogy azoknál, akik koleszterin csökkentőt szednek, azoknál szintén gyakoribbak a merevedési zavarok, mert ugye a gyógyszer csökkenti a koleszterin, tehát nincs miből tesztoszteront előállítson a testünk. Itt a megoldás a koleszterin csökkentő elhagyása és a magas állati zsírtartalmú ételek megemelése a táplálkozásunkban, mint amilyenek a zsírosabb húsok, tojás, vaj vagy a zsírosabb halak. És végezetül nézzünk meg két olyan ételt, amelyek különböző módon segítik a merevedési zavar megszűnését. Növelhetjük a nitrogén-oxid szintünket a cékla és a zöldleveles zöldségek, például a spenót, a leveleske rendszeres fogyasztásával. A kefirben jelentősebb mennyiségben megtalálható laktobacillus gluteni pedig hosszú távon elősegíti a herék méretének a növekedését, ami végeredményben több tesztoszteron előállításához vezethet. A laktobacillus gluterit bevihetjük étrend kiegészítővel is. A bélflóránkban a laktobacillus gluteri szint az 1960-as évekhez képest jelentősen csökkent. Ez vezetett a férfiak megtermékenyítő képességének a jelentős romlásához, ugyanis ez a baktérium a felelős a herékben a lejdik sejtek szintjének a megtartásában, illetve a mennyiségük növelésében. A lejdik sejtek felelnek pedig közvetlenül a tesztoszteron előállításáért. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a prostatára készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!